2018-as családok éve utolsó nagy, lezáró, összefoglaló konferenciáját. Ezen nevén most már tisztelettel megnyitom. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke, a 2018-as családok éve lezáró konferenciáját. Pénteken a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban gyűltek össze a szakmai szervezetek képviselői, hogy a családok szerepéről és fontosságáról osszák meg gondolataikat. A házassága utóbbi időben reneszánszát éli, tavaly több mint 100 000-en kötöttek házasságot, utoljára 25 éve volt ilyen magas a házasodási kedv. Érdemes megünnepelnünk tehát a házasságot, és tovább erősíteni a presztízsét, érdemes arról beszélni, hogy a házasokat milyen intézkedések segítik. Fűrész Tünde, a Kopp Mária intézet elnöke elmondta, a 7 pontos családvédelmi akcióterv is azért született meg, hogy segítsék a házasokat. Kimondottan fontos ez a téma a házasság hetében. A fiatal házasok gyermekvállalási támogatása például egy olyan jelentős lépés, amely mindenképpen segít majd abban, hogy a családalapítás tervezőknek az életindulásához, a közös életindulásához egy jelentős segítséget kapjanak. Maximum 10 millió forintot lehet majd fölvenni kölcsönként, és ahogy születnek a gyermekek, ez a kölcsön visszafizetési kötelezettség egyre inkább csökken. A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület tagjai és a Bács-Kiskun megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház rendezvényén a Budapesti Egyszülős Központ vezetője Nagy Anna elmondta, szerintem a könnyebben válnak el az emberek, mint az feltétlenül muszáj lenne. Elsősorban azt gondolom, hogy fontos arról beszélni, hogy hogyan lehet megelőzni azt, hogy egyáltalán felbomoljanak a házasságok. Mi 14 éve foglalkozunk egyszülős családokkal, és azt gondolom, hogy egyre inkább az a tapasztalatom, hogy az emberek könnyen mondják azt, hogy elég volt, nem csinálom tovább, inkább lépjünk ki ebből a házasságból. A Nekünk Mindenünk a Család konferencián minden intézmény és civil szervezet a családok szerepéről és fontosságáról tartott előadást. A családok és a gyermekek védelmében és érdekében végzett munkájukba adtak betekintést. A házasság hete minden évben jó alkalom arra, hogy megbeszélhessék a házasság helyzetét és előnyeit.